estét kívánok! Ez itt a kötött fogás, nem tévedés. Dévényi István ennek a műsornak az állandó műsorvezetője. Igazoltan van távol, külföldön tartózkodik, de azt hiszem, hogy legalább ebben a tekintetben a jövő héten majd helyreáll a világrendje. Én Szerető Szabolcs vagyok, a Magyar Hang főmunkatársa, és akkor most velem kell, hogy beérjétek. Szervusztok, jó estét kívánok! A mai műsor vendégei Konok Péter. Jó estét kívánok! Csintalan Sándor. Jó estét, magyarok! Herceg Zoltán. Jó estét. És Pörzse Sándor. Jó estét kívánok! És hát kezdjük egy kis értelmiségi nyavajgással, hogy így a mondjuk kormánypárti sajtómunkások szlengjét átvegyem. Ugye amikor a legújabb Orbán kormány megalakult, akkor az ember ugye keresi mindig a jót mindenben, és az ellenzéknek sikerült találnia egyet. Örültek, hogy létrejött egy új minisztérium, amit Innovációs és Technológiai Minisztériumnak hívnak, amit ugye Palkovics László korábbi oktatási államtitkár vezet. Ugye Palkovics Lászlóról olyan különösebben rossz véleménye szakmailag nem nagyon volt senkinek. Ennek a minisztériumnak meg az elnevezése, ez meg olyan egészen modernnek tűnt, tehát ez egy ilyen 21. századi valaminek látszott. Azóta nagyjából kiderült, hogy korai volt az öröm, hiszen ennek a minisztériumnak és Palkovics László miniszternek van egy speciális politikai küldetése, vagy legalábbis úgy látszik, hogy ez az ő küldetése, ez pedig a Magyar Tudományos Akadémia elleni harc. Ennek ugye újabb fejleményei voltak a napokban, ugye vészjelzések érkeztek az akadémiáról, hogy itt valami fajta új finanszírozási pályáztatási rendszer kezd körvonalazódni, hogy a kutató intézeteknek pályázniuk kell tulajdonképpen a saját működési költségeikre is, illetve ugye versenyben állnak majd a pályáztatás során olyan intézetekkel is, amelyek adott esetben a kormánynak ugye a kedvencei. Itt rögtön megkérdezném, hogy itt valóban arról van szó, hogy a kormány zavarja a tudomány, a tudományossága, ahogy mondjuk ellenzéki körökben mondják, és hogy tulajdonképpen miért baj az, hogyha a kutatási forrásokért valamifajta versenyt kell folytatni. Hát itt nem a kutatási forrásokért kell igazán versenyt folytatni, hanem most így az állam elvileg tudományos akadémiáját arra kényszerítik, hogy az önnel létért folyamatosan tulajdonképpen valamilyen szinten egyrészt megalázkodjon, most nem a morális értelemben, hanem folyamatosan ezen dolgozom. Baromi marha nehéz egyébként állandóan ilyen megindokolni azt, hogy miért van szükség a tudományra. Tehát valahol a mi kis modern vagy posztmodern társadalmunkban ez egy ilyen alaptétel, hogy tudományra szükség van, mert ez egy jó dolog. Na most a kormánynak ezzel az az üzenete való, a tudomány persze jó dolog, de nem egyértelmű. Egyrészt ugye indokolja meg folyamatosan az összes kutatóintézet, egyik 4000 leütésben, tehát az nagyjából egy ilyen kis papírfeszni, azt tessék elképzelni, avval lehet ugye pályázni tervekre. Én elég sok ilyen pályázatot írtam különféle tervekre, hasonlók 4000 leütésben semmit, egy bekezdés nem lehet leírni azzal kapcsolatban, hogy mondjuk a történettudományi kutatásokban milyen irányba menjenek el, de itt szerintem egyrészt persze ebbe is lehet lopni. Jó, ezért nyugodtan félre tegyük, ez az alaptétel. Van itt egy fontosabb, ha úgy tetszik, szemléleti dolog, a kormány tulajdonképpen roppant posztmodern. Azt mondja, hogy rengeteg valóság van, és attól, hogy melyik valóság a fontos, az csak az, hogy mi melyiket szeretjük. Itt szerintem az alapvető, legfontosabb rész az, hogy valóban versenyeztetik, úgymond a Tudományos Akadémia kutatóintézeteit ezekkel a teljesen mondhatni egy áltudományos alapon, de mondjuk úgy, hogy kormánytudományos alapon létrehozott intézményekkel, a Veritástól kezdve a Magyarság kutató Isten csodájáig mindennel, mert egyenlő szintre hozzák őket. Mint ahogy annak idején ugye volt a Tudományos Akadémia, Merli megcsinálták a saját kis MMA-jukat egy ilyen Hungarocellel dolgozó belső építész irányítása alatt. Először az úgy tűnt, hogy oké, létrehoztak valamilyen kis civil bugit maguknak. Aztán utána végül már bekerült az alaptörvénybe is, hogy ezek egyenrangúak. Most ezzel felhozzák az ő saját alternatív tudományos kutatóműhelyeiket, mert egy baromi széles, hogy mondjam, réteg van egyébként, az ember nem is gondolná, akik nem csak a lapos földben hisznek mondjuk, hanem azokban az alternatív valóságokban is, amit ezek az intézmények kommunikálnak, a hun szitja kontinuitásról kezdve az Isten csodájáig mindenfélében, hiszen tulajdonképpen ez a kormány alapvetően is azzal operál, hogy egy alternatív valóság van. Ha belegondolunk, a laposföld elmélet és a soros elmélet, meg a migráns elmélet között azért olyan nagy különbségek nincsenek. Valójában itt az folyik, hogy a tudományosságot, mint olyat relativizáljuk, idézőjelbe rakjuk, egyszerűen megmutassuk azt, hogy ezt magunk alá tudjuk gyűrni, illetve hogy tulajdonképpen az a tudomány, amit mi annak mondunk. Én ezt látom mögötte, inkább gesztust. És persze, ez tönkreteszi a jövőnket, ez tönkreteszi a tudományunkat, ez ellehetetlenít a kutatást, ezt már mind elmondták sokan. Azt azért tudni kell, amire Péter is kitért egy fél mondatban, hogy az átlagos
konzervatív, jobboldali konzervatív gondolkodó választópolgár szemében a Magyar Tudományos Akadémia az fekete bárány. Ez köszönhető a finnugorizmus, illetve a magyar őstörténet nem tisztába rakásának, illetve a származás tanunk ilyen, amit most az iskolákban tanítanak, ami ugye a Magyar Tudományos Akadémia valamikori és jelenlegi professzorainak és dolgozóinak köszönhető. Ez van a fejekben. Ezt én is nagyon-nagyon sokáig így gondoltam, és egyébként részben az, hogy nincs az egész kérdéskör... Inkább a nemzeti radikálisokra jellemző ez, mert hiszen azért szerintem az átlag Fideszre is. A konzervatív táborban azért, hogy ott van ugye Pálinkás József is, akivel konfrontálódnak, és ebből a világból számos személyiség érkezett, mondjuk Mádi Ferencre gondolok. De most például. most már csak ha lebontod egyénekre, de igen. Én azt mondom, hogy a Magyar Tudományos Akadémiának az átlag Fidesz szavazó szemébe nekirontani, az nem az ördögtől való dolog. De várj, ezt elő kellettem készíteni szépen. Persze. Csak próbálok valami magyarázatot találni, mert egyébként... Ez is a kultúrhasznak egyébként, a része? Igen. Egyébként racionális magyarázat, mint egy csomó minden Fidesz viselkedés módra, erre sincsen. Én azt gondolom, erről is, mint minden másról, amit a Fidesz az elmúlt 8 évben csinált, vagy 9-ben, illetve az elmúlt 30 évben az összes politikai elit csinált, hogy itt Magyarországon a tudás, ez nem egy kerendő portéka. Itt Magyarországon arra rendezik be az országot, mint egy üzleti vállalkozás, hogy itt összecsavarozzák az emberek az alkatrészeket. Ahhoz pedig nem kell semmilyen tudás, csak az, hogy azt a bizonyos tízes anyát a bizonyos tízes csavarra kell fölcsavarozni. Itt minden, ami tudás, minden, ami a jövő, minden, ami az építkezés, minden, ami a jó szándék, minden, ami a 21. századi Európát utolérhetné, az mind átkos, az mind árt a csavar összeszerelésnek. Ez egy 150 ezer fontos nettó fizetésért csavar összeszerelő ország. Legalábbis az Orbán ezt akarja, hogy mi a Multiknak, az Audinak, a Mercedesnek, nem tudom, összes többi Tesco-nak, mindenkinek 130 ezer nettó fizetési legyen pénztáros. A pénztárosnak nem kell tudás. De a valóság viszont ezzel szemben az, hogy aki nem tud, az éjjel fog halni. Aki nem tud, nem a tudomány oldaláról közelíti meg a valóságot, a világot, az el fog pusztulni. Tehát én azt gondolom, hogy ez a káros, kártékony politika, hogy itt agyatlanul és a feudalizmus visszatekintve és visszanyúlva építkezünk egy nem létező modell szerint, ez kudarcra van ítélve, halálra ítélve, hogyha magyar társadalom... Biztos, hogy ez ilyen egyszerű? Hát ez ennyire egyszerű. Orbán Viktor mégis hosszú távra tervez, ezt tőle tudjuk, hogy a 2030, de ki tudja, hogy mennyire hosszú távra. Amit most te felvázoltál, az nyilván ideig óráig működő modell, de abban a versenyben, ami a világban zajlik, az nyilvánvaló... Nem ők a versenyben vesznek részt, Szabolcs. Ő a rövid távú, pillanatnyi, rövid érdekeit, mit tudok ma ellopni? Mit tudok holnap ellopni? Tehát egyáltalán nem érdekli a kormányt, hogy mi lesz ezzel az ország a 30 év múlva. Te mondj nekem kérlek egyetlen egy olyan intézkedés az elmúlt 30 évből, ami nekem, neked a jövődet, vagy a gyerekeink jövőjét biztosítja. Egyet mondjál, ha tudsz. Nincsen ilyen. Biztos van azért, csak én nagyon kevés nagyon kevés ilyet ismerek. Igen. Biztos van. Nyilván a demográfia ügyében ugye próbálkoznak olyan lépésekkel, amelyeknek lehet ilyen hatásuk. Az egy más nincs kérdés, az hogy... a 10 milliós csok, ami az én lelkiismeretem, a nyugalmamat meg tudja vásárolni. Nincsen. Nyugodt, élhető, normális, szerethető közeget kell teremteni, és azt nem a plakátokkal, az öregember újra mutogatós plakátokkal tudom elérni, hanem azzal, hogy azt írom ki a plakátra, hogy szeressetek egymás gyerekek, ezzel el tudom érni. Semmi ilyesmit nem tapasztaltam. Azért az kevés, Zoli. Egyszerűen sokkal többet használ, mint hogyha azt mutogatom, az öregember, az őt kell gyűlölni. Palkovicsal indult el Szabolcs, hát először is azért a Palkovicsnak múlhatatlan érdemei vannak abban, hogy a közoktatás szakképzés ott tart, ahol tart. Tehát a Palkovics eddigi működése a magyar tudományban, ha tetszik, a magyar kultúrában, hát finoman szólva minősíthetetlen. Várható volt, hogy mi fog történni. Ugye annak az akadémiának mennek neki, amelyik hát azért a reformkor nagyjai által létrehozott akadémia, aminek részben ugye azért a filozófia alapvetése az volt, hogy a kiművelt emberfők sokasága és egyebek. 21. századot írunk, 2019 van, Jézus Mária, ahol elég nyilvánvaló és adekvát, hogy a tudás, eddig is volt a tudásversenyről szó, meg nagyon fontos volt,
de ez rettenetesen felértékelődik, és ebben az értelemben a Zolinak tényleg teljes mértékben igaza van. A világ most már nem csak a nemzetek között, ha úgy tetszik, hanem a szegények és a gazdagok között is nagy mértékben azon fog eldőlni, hogy ki mennyire fér hozzá ahhoz a modern tudáshoz, ami a túléléshez és a megéléshez vezet. Most ez az egyik dolog. A másik dolog, igen, Orbán Viktor azt mondta, hogy legyen úgy minden, mint régen volt, talán emlékeztek rá. Ez nekem nagyon becsípődött. A régen az egy olyan magyar társadalom, ahol van egy kiszolgáltatott, alávetett réteg, amelynek van egy elitje, amelyik egyébként örökké való. Ez az elit nagy mértékben támaszkodik, és a konzervatív elitnek is, ha ezt lehet mondani, jelentős része egyébként mullaforduló. És van egy olyan világképe, amely a magyarság étoszát, azt jellemzően egyébként a múltból, és sokszor egyébként lényegében a nem létező múltból vezeti le, ami soha nem volt. És akkor itt jutunk el egy nagyon fontos dologhoz, hogy szerintem... Hát nagyon régen akadémia sem volt, persze, tehát... Igen, most nem arról beszélek, arra utalok például, igen, a Sanyinak abban az értelemben igaza van, hogy van egy mítoszépítés, erre a mítoszra ma egyébként ennek a nemzetnek az identitása, és annak a 3 millió szavazónak sok szempontból egyébként a szavazati hajlandósága, és hogy kire szavaz, ez ebből vezethető le. A Magyar Tudományos Akadémia, szóval a Magyar Tudományos Akadémia úgy vitte ki az ellenszenvet, és most egy nagyon durvát és sértőt fogok mondani, hogy egyébként az a közönség és annak a túlnyomó része soha nem vette a fáradtságot, hogy egyébként egy picit is elmélyedjen abban, hogy mit ír a Magyar Tudományos Akadémia, mit tud arról, amit a Magyar Tudományos Akadémia képvisel, meg egyébként az iskolában se olvast el a történelmet. Na, rövidre akarom fogni, mert aztán nem tudom abba hagyni. Első és döntő iránya egyébként ennek a csapásnak az a társadalomtudományok. Tehát a Magyar Tudományos Akadémiának vannak közgazdaságtudományi intézete, történettudományi intézete, nyelvtudományi intézete. Ezeknek az intézményeknek a tudományos álláspontja az nem felel meg a magyar kormány jelenlegi diskurzusának, illetőleg álláspontjának. Hát Orbán Viktor nyelvészeti problémáknak. Igaz, hogy Josip Fiszerjános egyik egész könyvet írt a nyelvészetről, de Orbán Viktor elment Kazaksztánba, azt hiszem ott volt, és akkor megmondta, hogy mi a tuti egyébként, hogy mi honnan jöttünk, hová megyünk, és egyáltalán. Igen, de pár évvel ezelőtt azon kívül van egy nagyon fontos, azon kívül még egy fontos dolgot szeretnék elmondani, mert azt hittem, hogy a Péter el fog mondani. A Magyar Tudományos Akadémiát úgy hozzák versenyhelyzetben, hogy a kormány által létrehozott intézmények megkapják az alapfinanszírozást. Változatlanul, mert a tudománynak hosszú távon kell működni. A tudomány nem gondolkodhat 2 hétben, meg 1 évben, meg 3 hónapban. Tehát még egyszer, hölgyeim és uraim. A kormánynak tetsző ideológikus intézmények, tudományosnak nevezett ideológikus intézmények megkapják az alapfinanszírozást, és pályázhatnak az akadémia pénzére is, mert ami most itt ki van nyitva, az a kassa, az akadémia pénze volt. Ez arról szól, hogy föl kell számolni bizonyos intézményeket. Nem azt csinálja, hogy berúgja az ajtót, és azt mondja, hogy húzzon a reketekben a közgazdaságtudományi intézetnek, húzzon a reketekben a nyelvtudományi intézetnek, nem tudom micsoda, hanem azt mondja, hogy nem fogok adni pénzt. Szépen csöbben. Ez a taktikája egyébként más ügyekben is ennek a hatalomnak. Úgyhogy én, ez az egyik dolog, mondjuk annak, van azért ennek egy diszkrét bája, mert ugye amikor egy hatalom kontraproduktív és rosszul működik, akkor persze egyébként a normafánál meglévő kis atomreaktorunk, aminek egyébként piaci működése is van, és izotópokat gyárt, és tehát az MTA atomkutató intézete, amelyik egyébként együtt is működik a Paksal is, egyébként ő se kapja meg az alapfinanszírozást, ezért ez egy vicc, meg be akarták tolni a század véget is ebbe a pályázati rendszerbe. No, szóval itt a kérdés tényleg csak az, hogy mitől tudás és tudomány ellenes ez a hatalom. Miért kezdett ebbe a műveletbe bele? És ez ott van, mint amit a Zoli mondott, én csak annyit mondom. Alattvalóknak nem szabad tudást adni. Nem, így van. Igazából azért benne van ebben az is, és ez egy picit az akadémia hibája is, meg az egész társadalom, hogy valóban is azok a mítoszok is azért alakulnak részben ki, mert egy ilyen falsága képzelésünk van az akadémiáról. Azt úgy képzeljük, mint valami bölcsek tanácsát egyébként. Ez az általános kép. Az akadémia nem bölcsek tanács, az akadémia az maga a kutatóintézetek tulajdonképpen. A többi az nem annyira lényeges. A kutatóintézetek
lesznek, meg alapkutatásokat kell folytatni, mert alapkutatások nélkül nincsenek kutatások. Ezzel így az alapkutatások kerülnek veszélybe. Minden országnak van tudományos akadémiája, legalábbis én nem tudok olyanról, aminek ne lenne, és ott folynak az alapkutatások, valamint az egyéb kutatások is. Ha ez lehetetlen, Istenemre, ezeknél mindenki jobban tisztelt egyébként, én értem a tudományt, mert még Ceausescu elvtársa megszüntette a Román Tudományos Akadémiát, felszámolta, hanem berakta a feleségét, és az olyan büszke dolog volt. Persze nem akarok ötleteket adni, de... tudom, meg egyébként a történelmi ismereteim alapján is azt mondhatom, hogy én emlékszem arra egyébként, hogy bármelyik hatalom Magyarországon az akadémiával, amióta akadémia létezik, ilyesfajta háborúságot folytatott hát volna. Ez a középkori talán, dolog talán, volt, talán az hogy a filozófia, években teológia, volt ilyen, szolgálólánya, most meg az állam összecsapás, de egyébként, tehát különösen az elmúlt 30 évben azt gondolom, hogy volt egyfajta konszenzus e körül, és én egyébként nem érzem azt, hogy bármifajta alulról jövő igény lett volna itt ennek az egész témának a kinyitására. Ez egyértelműen a politikának egy új ellenségkép kijelölése, vagy ebbe illeszkedhet. Én nem hiszem, hogy nem volt alulról jövő igény. Igen, és megteremtették az alulról jövő igényt, azzal többek között, amiről a pörzsén beszél. Azért, amikor szavaztak az emberek legutóbb, és mondjuk a Fideszre szavaztak sokan, nem gondoltak arra, hogy na most az akadémiának oda teszünk egy. Ez egy kicsit olyan, bocs, mint az a fajta ilyen, én abszolút bankárellenes vagyok, szóval nem azért mondom, de hogy ez a bankárellenesség, hogy a bankárok milyen csúfak. Az emberekben volt, és erre nagyon erősen alapoztak egyfajta ilyen, hogy teszik, plebejus fölbuzdulás azzal, hogy ezek a tudósok, ahhoz mindenki, én történész vagyok, speciál a történettudomány tényleg olyan, mint a foci, hogy ahhoz mindenki ért. És időnként jönnek emberek, és kijön hozzánk egy szerelő, és elmagyarázza nekem a Siriusi géneket, meg de maga történész, ugye nem tud erről, vagy ha tud arról, akkor se beszél róla. És ez egyébként minden tudománynál így van, igen, a bölcsészettudományoknál egy kicsit könnyebb úgy csinálni. Hát mint igen, a természettudománynál azért de hát pont, és amit a Sanyi mondott, itt bizony a természettudósok is, és a természettudományi kutatóintézektől is elvonják a pénzeket, azoknak is még a takarítónéni bérére is majd pályázniuk kell, és amit ott pont ezen a most már ugye van valamiféle ilyen akadémiai bojkott szerveződik, vagy a kutatóintézetek elég sok munkatársa bojkottot akar szervezni, majd azt, hogy fog kinézni, ahol jól emlékszem a beszélgetésre a biológusok mondták a bölcsészeknek, hogy ti még ki tudjátok adni az irodáitokat, de mi mit csináljunk a laboratóriumainkkal. Én ott látom az igazság nagy részét, amit a Szabolcs mondott, hogy ez egy újfajta politikai ellenségkeresés, mert egyébként a magyar társadalomnak egy bizonyos része találkozik a Magyar Tudományos Akadémiával ellenségesen, amit mi itt megbeszéltünk, ugye finnigurizmus származástan mentén. De egyébként szerintem az átlagember azt se tudja, mit csinál a Magyar Tudományos Akadémia. Hát nem tudják, hát nem is érdekli őket, és ez így van rendjén. Ez nem az átlagember dolga. Biztos, hogy nem feltétlenül így van rendjén. Ez egy kicsit az akadémia, a régi típusú akadémia elitizmusa is, de most itt nem régi típus van, itt a történelmi példát keresünk, ez a kínai kulturális forradalom, ahol gyanús mindenki, akinek tudása van, ahol letépjük a pápa szemesek szemüvegét, mint Tarlós Pipi fenyegetőzött annak idején, és összetiporjuk a földön, mert aki tud, az valami zsidó huncutság, aki tud, az mindenképpen ellenünk lesz. Igen, és tulajdonképpen egy helyes meglátás, tehát a tudomány, a szisztematikus gondolkodás, az érvelés, a források megnézése, a tények faggatása, az bizony ezt a fajta kvázi valóságot, ezt a fajta posztmodern kvázi valóságot, amit ez a kormány ilyen premodern díszítményekkel próbál lenyeletni velünk, cáfolja. Igen, ők nem tudományos alapok. Borzasztó érdekes dolog különben, ez annyira úgy van, amit a Sanyi is említett. Nagyon sok kommentet, én hetek óta mániám ez az akadémiával való konfliktus, és egyre másra kaptam, hogy mit akarok ezzel, miért kell ezzel foglalkozni, a tudomány se foglalkozik velünk, az akadémikusok se szólaltak meg semmiben, eljátszák a politikai függetlenséget, és a többi, és a többi, és a többi. De azt nem tudom, hogy hogyan kellene mondjuk adott esetben a széles közvéleményt a tudomány világához integrálni, de mondjuk azt a kedves nézők nem tudják, hogy jelen állás szerint, amit én mondjuk az elmúlt években olvastam, a Közgazdaságtudományi Intézettől, ugye van nekik havilapjuk, vagy migráció ügyben, vagy népvándorlás ügyben, vagy szociálpolitika ügyben, vagy népesség ügyében, az mind, igen, hölgyeim és uraim, nagyon kritikus, és sok-sok kérdés felvető volt a kormánnyal, az aktuális hatalommal szemben. Tehát mi ugyan nem tudunk erről, meg önök nem tudnak erről, de egyébként a kormány és az akadémia között nagyon sok a politikát érintő
kérdésben van konfliktus. Hát erre az a válasz, mint minden más esetben, hogy aki nemet mond, vagy ellent mond, azt le kell takasztani. Meg ráadásul a kormány valóban képített egy párhuzamos intézményrendszert, mert például migrációkutató intézet is van, ami gyakorlatilag a kormányzati propaganda szövegeket mondja föl, hogy nyilván valamennyi alátámasztja. Szerintük van, igen. Erre addig mindjárt kitérünk, igen, erre a kérdésre, de most kíváncsi vagyok majd egyébként, hogy sikerül a magyar tudományosságnak és esetleg a magyar társadalom egy részének, akinek mégiscsak fontos ez a kérdés, olyasfajta ellenállást kifejtenie, ami legalábbis eltéríti ezt a most körvonalazódó kormányzati szándékot, de hát ezt meglátjuk, ezt más területeken is érdemes lesz megfigyelni. De ugye ma a február 6-a szerda van, és ez egyeseknek egy történelmi nap úgy tűnik. Ma az egyik napilap ugye új néven jelent meg. Mely? Én nem szeretném ezt most itt kimondani. Mielőtt erről beszélnék, hogy máshonnan vezetném rá ezt a témára a beszélgetést. Biztos meglepődtetek ti is, hogy ezt, mint ezt az aktust felvezetve, Varga István, aki a, ki nem mondom milyen alapítványnak az elnöke, Kesmának szoktuk hívni rövidítésként, ugye amiben összeterelték itt a nem tudom hány száz kormánypárti médiát, médiumot, rendkívül lesújtó véleményt fogalmazott meg. Azt mondta, hogy a jótollú újságírók úgymond a másik oldalon, ez most nyilvánvalóan a ellenzéki vagy baloldali, balliberális lapokat, újságírókat érintette, és hogy ő is a napját, vagy inkább olvassa, nem tudom, az Élet és Irodalmat, mint a Figyelőt. Ezután ugye jött egy kis közlemény, hogy helytelen nézetei miatt ő lemondott, és ezt a lemondást el is fogadták, de itt az ember elgondolkodik, hogy ez micsoda, tehát, hogy itt ez egy elszólás volt, ez az ember így önjáróvá vált, hiszen nem most nevezték ki, egy elég fontos stratégiai pozícióra, kuratóriumi elnöke volt ennek a Kespának, amihez most ez alap is tartozik, amit most éppen átneveztek, hogy mi zajlik itt. Most már. Hát egy, ugye vagy az, már beszéltünk róla, nem tudom. Mert ez egy igazságtalan kijelentés, azért legyünk mennyire korrektek, tehát nyilván nem ilyen egyszerű az élet, hogy nem az egyik oldalon hülyék dolgoznak, a másik oldalon meg mindenki helikopter, tehát hát nem erről van szó. Ő nyilvánvalóan látta azt, hogy egyszerűen valahol lehet, hogy Freud dübörgött a mellkasában belülről, hogy nem tartja újságírónak azt, aki ezt a fajta kormánypropagandát ilyen szinten de hát ők nem hagyják, hogy ezek az emberek egyébként úgy írjanak újságot, gondolom én, ahogy szeretnének talán. Igen, hogy most a fejétől bűzdik a hal, az valószínű, de akkor is, hát csak ez lett. Vagy elgurult a gyógyszer a csávónak, vagy az a magyarázat, amit a Sanyi mondott, mert az annyira szeretném Sanyi, mert annyira szerintem az életszerű. Mondd már el, légy szíves, hogy... Ja, bocsánat. Na, azt akartam mondani, hogy egyébként ehhez az összevetéshez, már hogy a Varga állításához érdemes most a médiaintézet, vagy hogy hívják ezt, csinált egy elemzést, ahol a megyei lapok híreit összevetette, megnézte, hogy a megyei lapokban egy adott időszakban mi jelenik meg. És hát ugye nyilvánvaló, hát nagy meglepetése kiderült, hogy mindenit ugyanazt írják. Tehát ez nyilván nem újságírás, tehát nem az a kérdés, hogy az egyik oldalon helikopterek vannak, a másik oldalon meg hülyék, hanem a másik oldalon most, ha úgy tetszik, a hatalom oldalán, ugye az az elvárás, hogy a kiadott ukázoknak megfelelően kell interpretálni a világot, sőt, mi több azért már szinte szó szerint megvan mondva, hogy mit kell írni és mit kell mondani. Tehát ehhez azért nem kell különösebb intellektuális kihívás, igazából egy kérdés van, hogy az adott ember beleáll-e ebbe a helyzetbe, vagy nem. Hajlandó-e ezt megcsinálni, vagy nem? Na, a kérdés lényegére visszatérve, hát ugye a Szabolcs nem mondja ki, jó. Drága Szabolcs, nagyon szeretlek, ne mondd ki. Ugye itt most arról van szó, hogy a Magyar Idők Magyar Nemzet címen fog megjelenni, és ez micsoda blasfémia, édes jó Istenem. Na szóval a dolognak az a lényege, hogy van egy rossz hírem. Azok, akik benne vannak a rendszerben, azok persze tudják, vagy esetleg reménykednek, hogy nem így van. A vezetőik, azok az emberek, akik meghatározzák azt, hogy ebben a kormánypropaganda hogy szóljon, mit kell leírni, mit kell megmondani, és azok az emberek, akik ezeket a médiumokat finanszírozzák, és meghatározzák az arculatukat, a tartalmukat, és nem tudom micsodát, az a helyzet, hölgyeim és uraim, de szerintem azért után sokan tudják, hogy így gondolkodnak, ahogy ezt a Varga elmondta. Drága kollégák, testvéreim, volt barátaim.
ezt gondolják rólatok, amit a Varga, ezt gondolja rólatok az alapító, ezt gondolja ott egy csomó ember, akinek a nevét felsoroltam, akik ott meghatározottak. Ugye tudjátok, hogy ezt gondolják. És mi is ezt gondoljuk. Ez a helyzet. Ez a helyzet. Én egy kicsit empatikusabb vagyok, mert az élet az én nagy dráma. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy szerintem a Varga azért mondta, mert azt hitte, mint outsider, mert végül is outsider, hát sose hallottam semmilyen megnyilvánulást, hát sem időügyében, sem másban, pedig voltunk is együtt képviselők. Ez a szegény ember azt hitte, hogy most ő neki elnyilatkoznia kell, kettő, hogy ez adott esetben egy elvárás, vagy éppen mehetett az autójában, hát és telefonált, és beszélgetett a kollégákkal, és éppen szikták a saját... Elhitte ami a névjegyével van írva beszélgettek a kollégáikkal, és ezt beszélték, hogy így látják ezt a helyzetet, és egyébként mondjuk a Ballainak, a Új Magyar Nemzet főszerkesztőnek a halvány utalásaiból is kiderül, hogy nagyon rossz a véleménye a hatalomnak a saját médiájáról. Nagyon rossz. És akkor azt hitte, hogy ez még ott a beszélgetés folytatása, és outsiderként, amatőrként, meg nem tudom micsodaként, elmondta, hogy mit gondolnak. Hát ennyi. Na igen, csak hát ma azt gondoltam először, amikor ezt a nyilatkozatot hallottam, hogy azért itt esetleg valami fajta irányváltás előkészítés, ez alig, bár elég ott van magadon. Nem tudom, ahogy olvastam magát a nyilatkozatot, délután 4-kor én valakinek oda is kommenteltem, mert odaírta, hogy a kuratórium elnöke, odaírtam, hogy a volt elnöke, úgyhogy ez nem kellett hozzá óriási nagy amit ma láttunk az átnevezett lapnál, azért azt ma is egy magyar időket láttunk, tehát nem szünetmentesen megy a propaganda. Az úr is az egészben, hogy egy átcímkészetnek persze, bár az alapított a Pető Sándor, én az újra alapította most Orbán Viktor, vagy valami hasonlót írnék alcímnek, egy Pető Sándor szegényt nem bántanám ezzel, de hogy megalázó volt egyébként, igen, ezt gondolják róluk, persze, hogy ezt gondolják róluk, mert hát ilyenek, tehát igazából senki nem gondol semmi jót olyan emberekről, akiről tudja, hogy ma ezt írják, holnap amazt írják, ugye azt írnak, ami éppen a hatalomnak tetszik, sőt, már nem is azt kell, hogy megmondják nekik, hogy mit írjanak, hanem már működik is az is, hogy azt írják, hanem ha esetleg nem sikerül, akkor kapnak egy kis büntit. Nem is ez volt a legmegalázóbb, hogy ez a Varga elmondta, hogy mit gondolnak róluk. A legmegalázóbb szerintem rájuk nézve az volt, amit a Kocsis Máté mondott másnap, aki megvigasztalta őket, hogy jó kis kutyusaink vagytok. Dehogy is, hát csúnya dolgokat mondott a bácsi, de ez nem így van. Ti mindig expressis verbis megmondta, ti mindig azt mondjátok, amit mi várunk tőletek. Hát persze, hogy ti vagytok az okosak, és adott nekik, és csóváljátok a farkat. Ennél arcbújtó dolog, én nem szeretném. Képzeljétek el, tehát a Jim Morrisonnak annak idején, amikor megkérdezték, hogy az apukája mi, ugye milyen rendes hippie énekes volt, azt mondta, hogy bárzongorista egy kuplerájban, mert amerikai katonatiszt volt az apukája, és ezt szégyelte. Mit fognak ezeknek a szerencsétleneknek a gyerekei mondani, hogyha pár év múlva megkérdezik, hogy mit csinálnak a szüleid? Azt, hogy bárzongorista egy kuplerájban, és igazat fognak mondani, mert ezek bárzongoristák egy kuplerájban. Én tegnap néztem, ne bárcsak a bárzongoristák. Én tegnap néztem ezt a riportot, és én úgy néztem meg, mondom őszintén, nem tudtam, hogy ki ez az ember. Csak annyit tudtam, hogy valami jobboldali konzervatív ember, de nem tudtam, hogy ez a Kesmának az elnök. Nem tudtam. Valahogy rákattintottam és néztem. És azt láttam, hogy ott van egy valóban jobboldali kereszténynek tetsző ember, aki ilyen szépen lassan beszél, szépen formálja szavakat, ilyen konzervatívan van felöltözött, tehát valószínűleg ez egy konzervatív keresztény nemzeti ember lehet, és mondta őszintén a véleményét. Tehát azt láttam, hogy van egy ember, arról az oldalról, aki őszintén mondja a véleményét. Annyira elhittem neki, hát egyrészt én is egyetértek az ő megállapításával, de hogy jó volt nézni, hogy hát van azon az oldalon is olyan ember, aki jól látja a dolgokat, aki tényszerűen látja a dolgokat, aki elismeri azt, hogy hát a jobb oldalon nem úgy írnak, ez nem olyan a színvonal, mint a bal oldalon, és akkor ezt elmondta, hogy Magyar Narancsot olvas, Élet és Irodalmat olvas, meg Indexet olvas, és nekem nagyon szimpatikus volt, hogy ezt láttam. Lám, azért nem az dönti el, hogy valaki értelmes tud gondolkozni, hogy jobb oldali, vagy bal oldali. Ott is vannak, nyilvánvaló, hogy vannak nagyon sokan, akik jól látják a valóságot. Aztán egyszer csak rájöttem, hogy ez az ember kicsoda. Akkor nyilvánvaló, hogy kirúgták, kirúgják. Hát ilyet nem mondhat. Ilyet eszen azon az oldalon, nem lehet őszinte. Ja nem kirúgták, beadta a lemondást. Beadta a lemondást. Mert ideológiailag nem volt elég képzelt. Bocsát, hogy mondjam végig, mert fontos, hogy ha azon az oldalon valaki őszinte, akkor ez jár neki. Vége. Na most ez pontosan az, amiért nem lehet a jobb oldalon igényes és színvonalas újságírás. Tehát hogyan lehetne igényesen, színvonalasan, minőségileg írni olyanról, amiről tudom, hogy hazugság, tudom, hogy hülyeség. Tehát hogyan lehetne arról jól írni? Aki jól ír,
Az azért ír, mert szabadon ír arról, amiről ő akar. Akkor tudok jól írni, ha a témát én választom meg, és az én őszinte, tiszta véleményemet le tudom írni mindenféle cenzúramentesen. Akkor lesz valószínűleg egy jó írás. Ebben... Ha nekem valaki azt mondja, hogy írjál migránsokról sorosra, én nem fog tudni jót írni, mert ez nem az én témám, nem érzem jól magam benne. Nekem van két nagyon kedves barátom, volt nagyon kedves barátom, akik a Riposztnál lettek újságírók, mielőtt független újságnál írtak, és a Riposzthoz mentek. És én megkezdtem tőlük egy eseményet, hogy figyeljetek már ide, hogy tudjátok ezt csinálni? Hogy tudtok karakter gyilkolni? Hát azt mondja, Zoli, ezek jó barátaim voltak. Hát ott Zoli, hát az van Zoli, hogy hát tudod, nekem tanulmányaim vannak, nekem azt fizetnem kell, tudod, nekem kisgyereke van, tudod, hát figyelj, háromszor annyit fizetnek, mint az előző munkaimentem, háromszor annyit fizetnek. És akkor te fogsz tudni így írni, nyugodt lelkiismerete, tehát ennyi, hogy 600 ezer nettót, ezért csinálod ezt. Hát és akkor tovább mentem, mondom, és mit fogsz akkor csinálni, ha rólam kell majd rosszat, ha engem kell majd karaktergyilkolni, mit fogsz 600 ezer fontot csinálni? És tudom, mit mondott? Na azt, akkor megéri. De Szabolcs, de még mindig jobb egy barátod gyilkolt karakternek. Hogy lehet így újságot? Egy igazi újságíró ül közöttünk, úgyhogy... Hát én ezt átértem, tehát azok a kollégák, akik most ugye ott vannak az átnevezett lapnál, elég furcsa most olvasni az ő megnyilatkozásaikat, mert akkor, mikor átmentek, akkor elég őszinték voltak legtöbben, és elmondták, hogy körülbelül ilyen megfontolásokból hagyják ott a tavaly megszüntetett magyar nemzetet. Tehát háromszoros gázsi lehet hazudni. Nem, most nem az, hogy háromszoros gázsi. De lehet hazudni. Mert ő nyilván ezt nem ígérte meg, hanem ő egy költség, vagy nem tudom, kiszámolta, hogy mi a biztosabb, kalkulált, és így döntött. Az nem tetszik, hogy utána ezt úgy tünteti föl, mintha valamifajta elvi döntést hozott volna, és most így próbál triumfálni, hiszen pontosan tudom, hogy igen, most kimondom, beleérte az új főszerkesztőt is, nem ilyen döntéseket hoztak. Tehát szemtől szembe ezt nekem megmondták. De nem akarok itt személyeskedni természetesen, csak egy apróságot szeretnék helyre tenni, hogy itt most jobb oldali sajtóról beszéltetek következetesen, én azt mondom, hogy az a sajtó, a kormány sajtó, nem jobb oldali sajtó, nem bal oldali sajtó, hiszen nincs érték konzervativizmus, na azon biztos, hogy nincsen. És ráadásul törvényszerű, hogy devalválódik valakinek az újságírói munkája egy ilyen helyzetben. Most nagyon furcsát fogok nektek mondani. Én nekem annak idején, amikor még baloldali kormányzat volt, akkor Gajdics Otto az egyik kedvenc újságíróm volt. A Magyar Nemzetben a Gajdicsot olvastam, Torkos Matildot olvastam, meg a Bayernak a jegyzeteit olvastam. Azóta Bayer a szájával szarik, ugye, ahogy mondták, teljesen abba hagyta a színvonalas újságírói munkát, egyáltalán nem is érdekli már, pedig egy baromi tehetséges ember, nem tudom, a novellás kötetét olvastátok-e, nem lehet letenni. Na akkor vele szemben ez a kifejezetten igazságtalan volt, tegyük hozzá. Hát csak, hogy amit most csinál, ahhoz képest nem volt igazságtalan. Gajdics Otto mi lett belőle? Kiderült ráadásul, hogy ifjú gárdista volt, na annak a szellemiségén most hát azért az nem biztos, hogy az, mert hoztak valami fotót, de hát hogy most az azt nem volt. Ha nem ő volt, az akkor én voltam szóval. Nem hoztak valami fotót, az a Gajdics Otto. Hát pereljen be, ha nem ő. Hát ne vicceljünk már. Jó, úgyhogy... ez az egyik, vagy másik, és ki volt a harmadik? A Torkos Matild meg itt van. Igen. A Torkos Matild meg itt van. És egyébként azok a úgynevezett baloldali megmondók, meg baloldali újság, azok ugyanott vannak a helyükön, a mai napig is. És ez a furcsa, hogy az ember ezzel a fajta elképesztő kormánypropagandával szemben egyfajta reakcióm van nekem, hogy én is most már őket kezdem elolvasni. Mert valami függetlent akarok, még akkor is, hogyha nem minden szinten értek vele egyet, de függetlent akarok, nem ezt a segnyalást, meg ezt az elképesztő, hát arról nem beszélve, hogy azért ezek az újságírók, én is most már ilyeneket, hogy Index, 444, életérési irodalmat mindig is olvastam. Is, bocsánat, hogy meg benneteket is, persze. Tehát magyarul most már kétfajta sajtó van, kormánypárti sajtó, meg ellenzéki sajtó, és az ellenzéki sajtónak van 1000 oldala, 1000 árnyalata, és ezeket elolvasom. Van mindenkori hatalompárti sajtó, és van minden egyéb tulajdonképpen. A minden egyébben meg rengeteg minden van, nem feltétlenül ellenzéki, van sajtó. Tehát van a hatalompárti igen, sajtó, jó, igazából nem igazad sajtó. Igazad van, ez betegség, hogy hozzáteszem. De pont ezek azok a figurák, akik mondom, bármikor, hogyha változik a hatalom, és hogyha át tudják még menteni a nevüket, ha marad még annyi, hogy át tudják menteni, akkor kiszolgálnak minden további nélkül bármely más ideológiát, mert ez esetleges. Igen, a számolás jobban megy, mint az írás. Tehát erről szól
szól az egész történet. És a Bayer ilyen szempontból jó példa, hogy valóban nem tehetségtelen, na de ő volt már minden, ő már szitta, dicsérte az MSZMP-t, dicsérte a liberálisokat, dicsért mindenkit, most már erre a szintre került, igazából devalválódik. Hát persze, hogy devalválódik. A legjobb bírálatot mondjuk tőle lehet olvasni a Népszabadságból. Igen, igen, csak az egy kicsit régi, az a temetés idején volt, ha jól emlékszem, és az volt a legjobb, az egyik legjobb dolog, amit az MDF-ről írtak erről, pont arról a képmutatásról, ami az MDF sajátja volt egyébként, nagyon jókat írt, igen, akkor. Csak hát akkor sem, nem tudom, igazából teljesen lényegtelen, hogy ezeknek az embereknek mi a véleménye. Ezek megvásárolható vélemények, ezek megvásárolható billentyűzetek, meg megvásárolható újak táncolnak. De én azt mondom, és nem feltétlen Bayer védelmében, van, hogy az ember megváltozik és átalakul a véleménye. Meggyőzték, az élet meggyőzte, több dolgot olvasott, átalakul a vélemény. Ilyen van. De aztán a másik oldalon való szardobálásban való részvétel... Élenjárás. És abban is az élenjárás, na az viszont nem. Mert hát tulajdonképpen nem változik a véleménye, ő mindig hatalompárti. Jó, figyelj, de az az igazság, hogy egyrészt a szögezzük le, és csak megismételni szeretném, mert szerintem annak, hogy most mondta Szabó Győr úgy jelentősége van. Tehát ez nem egy jobboldali sajtó, az, amiről itt beszélünk. Tehát a hatalom sajtója, a hatalom médiája, a hatalmi média, a hatalmi sajtó. Mert úgy, ahogy van, mindenféle irányból azért vannak kritikai elemek. Azon kívül meg, hogyha valaki veszi a fáradtságot, akkor mondjuk a hatalmon kívüli sajtóban az is érdekes, hogy amikor az ember kinyitja a lapot, és egy cikke a kezügyébe kerül, azért ott jellemzően érdemes a dolgot végigolvasni. Én az utóbbi időben a Figyelőtől a Magyar Időkig, amit azért szoktam azért mégiscsak megnézni, mert a téma az nagyon érdekes, a témák érdekesek, de úgy különben majdnem minden cikket az első mondat után, ha elolvasom, akkor nagyjából be is tudom fejezni, és mondjuk a központi üzenet, a migráns, a soros, és most nem, meg valami összeesküvés. Most is készül egyébként egy összeesküvés, és most is készül egy ellenség. Ugye Varga Mihály bejelentette, hogy most már nem sokára a világválság kell. Kellenek ezek az ellenségek, ez az egyik dolog. A másik, amit két nap óta ugye mindig felvetődik ez a kérdés, hogy vajon mi célt szolgálhat az, hogy, és lehet-e őszintének gondolni, és valóban jól érti a Magyar Nemzet mostani főszerkesztője, hogy neki az a feladata, hogy egy ilyen konzervatív, nívósabb újságírást csináljon. Én azt gondolom, hogy ez egy politikai tévedés. Tehát annak a politikának, amelyik folyamatosan napról napra csak azzal van elfoglalva, hogy konszolidálja a saját hatalmát, ennek a számára ez az út már nem létezik. Tehát az, amit ez a kormány csinál, ez a hatalom csinál, se nem konzervatív, se nem jobboldali, ennek az inverze is igaz. Ez biznisz. Se nem demokratikus, se nem, nem sorolom tovább. Tehát lényegében én azt hiszem, hogy itt valójában két dologról van szó. Az ilyen centrálisan vezérelt intézményrendszereknél időről időre meg kell rettenteni a végrehajtókat és a rabszolgákat. Időről időre embereket, tehát ennek van egy humán politikai aspektus, hogy ki kell rugdosni, meg kell félemlíteni, mert itt nem csak arról van szó, és ma már nincs is arról nagyon szó, hogy sokkal többet fizetnének, és olyan nagyon sokat fizetnének, ma már ezeket az embereket meg se fizetik rendesen, csak úgy csöndben jegyzem meg, ellenben meg vannak félemlítve. Ellenben meg vannak félemlítve. Hát most nem fogok senkit rossz hírbe hozni, édes jó Istenem, amikor a városban találkozom. Az állami hirdetésekből. De jó, de egyrészt van annak a pénznek mások pontosan is helye. Tudom, hát el tudják azt a pénzt mások is rakni, miért adják oda, ott van egy csomó kiszolgálat. Lehet venni a pénzt, például, és azon kívül még tényleg csak... Bár ez non-profit alapon működik, most ezt hallottuk. Jó, minden. Hát kitűnően meg lehet ezt oldani. Egy dolgot teszek csak hozzá, hogy az ember jön megy a városban, és találkozik olyan emberekkel, akik oda kötötték a szekerüket, és kizárólag a hatalmat szolgálják. Hát édes jó Istenem, hát nem tudnak pirulás nélkül elmenni az ember mellett. Sorolhatnám a neveket, de nyilvánvalóan nem fogom sorolni. Hiszen egy csomó jobb sorsra érdemes ember van ott, akik azt fogják majd mondani, mint annak idején. Akinek a gyerekei azt fogják mondani, mint annak idején Jim Morrison gyereke mondott. Jim Morrison mondta az apját, igen. Szóval ez egy nagyon kínos történet, és még ráadásul meg se fizetik őket, de ezt most nem azért mondtam, hogy mindenki könnyezve gondoljon rájuk és együttérző módon. Azért a hóhért nevezzük meg, úgy hívják, hogy Rogán Antal. Tehát akit azt, hogy kell az egész magyar újságírást kibelezni, hogy kell intézményesítetten szargerincűeket csinálni,
visszaélve az egzisztenciális helyzettel, őt úgy hívják, hogy Rogán Antal. Szerintem egy két nagy az Ómonáról ne feledkezünk már, meg Sanyi, ugye te tudod, meg én tudom, igen, hogy kiről beszélünk. Igen, de ő azért már, ő neki már Rogán mondja meg, hogy mi újság. Jó, segédhóhér. Segédhóhér, de azért az igazi hóhér az a Rogán. Szerintem senki nem lehet magától ennyire szervilis, hogyha nincs fölötte egy olyan végső gonosz, egy olyan teljesen elborult elme, aki ezt ne tolná rá, és nem csak rá a Rogánra, hanem az egész országban, az egész irányításra. Tehát kell ehhez egy föntről jövő nagyon erős gonoszság, hogy ezt ilyen profin tudja csinálni. Ha nem lenne erre igény az Orbán része, akkor nem csinálna Rogán. Jó, nem csinálna. Ezért mondta, de nem, a Sanyi azt mondta, hogy hóhér. A hóhér nem attól hóhér, hogy ő egy végrehajtó, ez az egyik dolog, a másik egyébként a társadalomban is benne van. Természetesen, de ez nem elborult elme, ez egy bolyerult nagy tévedés. Hagyjuk a francba már, hogy elborult elme. Ez ki van azért találva nagyon? Nem, hát azért tessék, ennyiben tényleg fontos a történelem, bár sose tanulunk belőle. Egyszerűen, ha valaki úgy dönt, hogy egyébként önkényuralmat fogok építeni, most tényleg nagyon leegyszerűsítve, ennek ez a logikája. Így van. Az önkény mindig így működött, a görög dráma óta ezt tudható, azért van irodalma. Én az önkényuralmat eleve egy elborult elme gondolatának tartom. Tehát az, hogy valaki saját maga akaratát ráerőlteti a másik ember, bocsánat, én még egy házasságban is hiszek abba, hogy egy férfinak rá kell a feleségre erőltetni az akaratát, tehát ez nem egy egészséges, kapcsolat. Hát egy miniszterelnök ne irányítsa rá. A világtörténelem az tele van ilyen gyakorlatilag ilyen torz dolgoknak a története. Az egyetlen megoldás az, hogyha az egyén, ha a társadalom olyan erős, olyan szuverén és olyan okos is gondolkodik, és van neki akadémiája, van neki tudománya, van neki tudása, hogy ezt nem hagyja. Mert azt mondja, hogy ez egy baromság, mert így nem leszek boldog, így nem leszek teljes. Ez egy hülyeség. Azt hiszem, hogy erről végeleség. Még csak egy fél mondat, ahogy az ördög hogy működik. Azért képzeljük már azt a múlt heti, vagy talán egy héttel korábbi értekezletet, ahol eldöntötték, hogy a Fidesz közeli, a kormány közeli újságok a jövő hét egy bizonyos napjától kezdve úgy jelennek meg, hogy Márki-Zay felesége csecsemőgyilkos. Jaj, hát ez valami rémes. Emberek. Szóval, mert ugye voltak értekezletek, ahol elhatározták, hogy a vona buzi, meg elhatározták, hogy ki, de azért ez, Márki-Zay felesége csecsemőgyilkos. Ez borult elme. Tehát ez, mondjuk ki, hogy ez egy borult elme. És akkor ülnek mondjuk így nagyjából hasonlóképpen, mint mi, csak mondjuk 10-10-valányan, és akkor mindenki leírja, és akkor maga szintjén megvalósítja a Márki-Zay csecsemőgyilkos, Márki-Zay felesége csecsemőgyilkos nevű főcímnek a alváltozatét. Csak hát ennek igazából persze mi így háborgunk ezeken, mert elképesztőnek, meg abszurdnak, meg embertelennek tűnik, de számukra, akik ezt csinálják, ez csak ők ennek az esztergályosai. Tehát ők valójában nem, semmi személyes nincs benne, úgy tetszik. Ők nekik úgy gondolják, ez a munkájuk, ez a dolguk, csinálják. Ilyen szempontból egyébként ez az egész Finkelstein sztori érdekes volt. Igen. Ugye ott is világos volt, hogy ez csak egy munka. Igen. El lehet vonatkoztatni. De persze, józanésze. Ezzel a hétköznapi józanésszel ezt nem ezt én is hallottam, hogy ebben nincsen semmi, tehát most jó, de elhangzik-e, hogy de Anti, figyelj már ide, hát egy perben volt tanú. Nem baj, nem érdekes, és különben is nem azt várom tőled, hogy te elmondd, hogy mi volt, meg mi nem volt, hanem azt várom tőled, hogy elmondd, hogy amit én itt lediktáltam, azt hogy csinálod. Pontosan végrehajtásra, hogy szükség nem vitákra. Ilyen hozzáállással soha nem lesz egészséges és normális társadalom. De hát nekik nem az a céljuk, hogy egészséges és normális legyen a társadalom. Nekem nem érdekel, hogy néhány ember. Nekem az érdekel, hogy nekem, mint szavazópolgárnak, meg nektek, meg egy magyar társadalomnak, vagy egy világpolgártársadalomnak mi a cél. Engem az érdekel, hogy nekünk mi a cél. Jó, csak hogyha így rácsodálkozol, és úgy azt mondod, hogy érthetetlen az egész, és tulajdonképpen betegem, mert mindig igazad van, csak hogy ha nem értjük meg, egyébként pont azért, az előbb mondtad, hogy azért sosem tanulunk a történelemből. Ha tanulnánk a történelemből, akkor nem lenne szükség történelemre. Igen, pont igen, erről igen. Szól a történet. Ezt a témát lezárva, egy kicsit veletek is vitatkozva, azt megjegyezném, hogy azért, ami most történt ugye itt a lap átnevezéssel, milyen jó szó egyébként ez. Átlapátolás. Azt, hogy a Magyar Időkre rátettek valami más fejlécet, ezt egyébként megtették volna már tavaly augusztusban, fél évvel ezelőtt, hiszen a másik, ugye tavaly megszűnt lapnak a kiadási joga az előlükbe hullott, mint tudjuk. Ki tudja egyébként, hogy hogyan, de ez most azt mondom, hogy más, nem olyan fontos. Az, hogy fél évig vártak ezzel, ez én arra következhetek, hogy egyébként volt egy másik terv is, gondolkodtak valami másod, hogy máshogy akarják ezt megcsinálni, csak valamiért ez nem sikerült, és ezért maradtak ennél, hogy folytatják a Magyar Időket más néven. Egyszerűbben Szabolcs, láttad ma reggel a miniszterelnök Facebook oldalát? Láttam. Öcsém, ez egyszerű, hogy hívják, ez most
elélvezett a miniszterelnök. A G-napon kezébe veszi a magyar, jó van, fogja a fülemet. A G-nap emlékére most kezébe veszi a magyar nemzetet, az enyém. A legjobb komment az volt, hogy ezt már másodszor olvasta, azért volt olyan érdektelen a tekintete ezzel kapcsolatban. De most akkor ugorjunk egyet. Gyorsan egy témát megbeszélhetnénk, hogy a magyar kormány, illetve a diplomácia most úgy tűnik, hogy megint ugye frontokat nyit, és meg fogjuk vétózni a jelen állás szerint az EU és az Arab Liga közötti megállapodást. Ez a megállapodás azt célozná, hogy hát még a végső döntés még hátra van, de egyelőre úgy áll a dolog. Ez ugye az illegális migrációt szeretné visszaszorítani a probléma helyben kezelésével. Ugye ezt sokat halljuk a kormánytól, hogy ezt így kellene megoldani a menekült kérdést, hogy ott helyben kezeljük, és a kormány arra hivatkozik, hogy ebben a megállapodás tervezetben az ENSZ migrációs paktumára is van utalás, amit, mint tudjuk, Magyarország elutasít, holott egyébként ez semmilyen kötelezettséget senki nem ró, az ENSZ általában egyébként egy ilyen szervezet, tehát egyébként ideális ellenfél is e tekintetben. Hogy itt most akkor mit látunk, hogy valójában lehetünk annyira rossz indulatúak, hogy azt mondjuk, hogy a kormány igazából nem érdekelt abban, hogy egy globális megoldás szülessék az illegális migráció kérdésére. Pontosan, vagy esetleg nekik van igazuk. Mert különben mi a felét nem a kormány nem abban érdekelt, hogy valamennyire ezt már így is 94%-kal visszaesett a migráció. Hát még azért lehet hűíteni az embereket, hogy a tarlós ellen a migránspártiak indulnak, meg ilyen baromságokkal, meg ugye az önkormányzati választásig ezt az egészet fönn kell tartani. Hát szerintem semmi más magyarázat nincs, mert egyébként, ha az ember így elolvassa ezeket a híreket, és csoportosítja a pro és kontra érveket, hát ez tényleg így van, ahogy mondják, hogy egy diplomáciai álmokfutásba kezdett a Szijjártó, hát nyilván parancsa. Tehát az ember tátott szájjal nézi, hogy mit művel, hogy ki mindenkinek rongyol neki, és milyen utolsó szövetségeseket is veszít el, hát az ember csak néz. De egyébként tényleg úgy járnak ezzel, mint bizonyos dolgokban teljesen, ugye elvtelenül húz meg, erezd meg, csinálnak, de vannak dolgok, amiben egyébként szintén teljesen elvtelenül, mint a pitbull, így ráharapnak, és aztán szájzárat kapnak. Valamilyen módon ez nagyon bejött nekik, ez a migrációs tematika, minden sikerüket tulajdonképpen ennek tulajdonítják, minden erre van felépítve. Ez az alapzat per pillanat. Most ennek a kormánynak nem jobboldali politikája van, nem ilyen politikája, nem. Ez a kormány erre a fantomra, most már egyértelműen fantomra, újra fantomra alapoz, és hát természetesen egyrészt ugye meg kell mutatni, hogy a másik alap viszont az, hogy mindenki ellenünk van. Mi itten egymagunk, szláv, teuton, tengerbe, jó, szláv tengert most nem emlegetünk, teuton, tenger, meg nyugat, meg minket nyomnak, mi mindenki ellen vagyunk. Mi vagyunk az igazi lázadók. Tehát bármilyen nemzetközi dolgot, azt ez a Szijjártó, hát igazából olyan, mint egy Miki Egér, amikor felbosszantja magát, és így pattog meg minden, röhelyesnek tűnik, de valójában egy ilyen teljes pályás letámadás, ezért tényleg az ordító egér de volt, hát ez amit bejön, ezzel lesz. A saját szavazótábornak ez tetszik, plusz egyébként a különösebb következménye nincs nemzetközi szintére se. Most láttuk azt, hogy az amerikaiak gyakorlatilag ki is mondták, hogy igaz, hogy a Trump adminisztráció már mindent elnéz a magyar kormánynak, hogy itt a demokrácia tekintetében mit művel. Egyébként nem kap érte cserébe semmit, de hát mi is mi történik. Németországban is jól látjuk, hogy egyébként a német multik érdekében, hogyha a kormány ugye megtesz bizonyos dolgokat, akkor egyébként ott sem aggasztja őket különösebben azt, hogy Magyarország mit tesz. Azért most beígértek egy-két. Most emiatt beígértek, igen, ez most ez. Mert ez most megpróbálják megakasztani azt a nagy fogaskereket, amit nem tudnak megakasztani. Nem a kötözkedés kedvéért mondom, Szabolcs, megakadályozták, nem megfogják. Tudnék, eleve az a helyzet, hogy nincs uniós álláspont, mert az uniós álláspont kialakítását vétózta meg Magyarország, miután az Unióba, hölgyeim és uraim, ugye csak ilyen horderejű ügyekben teljes körű egyetértés kell. Tehát nem valami nagy bátorság, ami most történt, obstruálnak, megakadályozták, hogy az Európai Uniónak legyen közös álláspontja, amikor leül az Arab Ligával tárgyalni. Ugye ebben tényleg az a gyönyörű, hogy egyik oldalról minden áron azt akarják bizonyítani, azzal etetik itt a kedves közvéleményt, hogy a problémát a helyszínen kell megoldani. Amikor az Unió, amelyiknek valóban vannak erőforrásai, meg ebben valamit akar csinálni, akkor ezt meg megakadályozzák. És akkor én szerintem arra a kérdésre, hogy kinek az érdeke ez, erre a kérdésre az egyértelmű a válasz, úgy viselkedik a magyar kormány, mint egy ügynök. Mint valakinek az ügynöke. Mert igazából ezen kívül a külpolitikai hatása, az uniót érintő hatása ennek a dolognak az, hogy a fontos ügyekben közös álláspontok létrejöttét megakadályozza.
minden eszközzel és minden módon. Bizonyos reklámügyeket csinálnak, mert ide tesznek 800 millió forintot, úgymond a probléma helyi megoldásához. Na de ugye azt nem gondolja senki komolyan, hogy az unió GDP-nek 1%-át produkáló Magyarország fogja egyébként megoldani Afrikában helyben a problémákat. Közös megoldás kell, de vannak olyan szereplők ma a világban, akiknek az unió integrációja, erősödése, külpolitikai tényezővé válása, biztonsági tényezővé válása káros, érdekeivel nem egyezik. Most egyébként két ilyen nagy tényező van dominánsan, ugye az olaszok meg az amerikaiak, de végül is a magyar kormány a külpolitikában most már elég jól látható van. Ukrajna NATO integráció ügyben is például jól látható van, úgy viselkedik, mint egy orosz ügynök. Mint egy kettős ügynök. Az tény, hogy mint egy kettős orosz ügynök. És amerikai ügynök ilyen értelemben. Hogy egy ország volt, aki ellenezte ezt Magyarország, tehát senki nem csatlakozott a magyar állásponthoz, holott egyébként ezt a bizonyos ENSZ migrációs paktumot több más ország sem írta alá. De emiatt mégsem vétózott senki ennél a mostani megállapodásnál. De ez egy baromság, mert hogy hívják, az ENSZ migrációs paktum ráadásul nem is erre vonatkozik, az a rémesebben. De hát tudjuk, erre lehet hivatkozni. Igazából szarnak ők migrációs paktuma menekültekre és a saját választóikra is szarnak, mindenki az. Lenne még egy téma, hogy egyszer ki fog derülni az, hogy Orbán mit és miért csinál, illetve a Fidesz mit és miért csinál, majd egyszer 5-10-20 év, mikor már vagy börtönbe fognak ülni, vagy pedig valamelyik külföldi baránköztársaságba fogják tengetni az életüket, akkor nagyon-nagyon-nagyon sok ember nem lesz büszke arra, hogy ezeket támogatta, ezekre szavazott. Szerintem nagyon sok olyan dolog van, amit nem tudunk, vagy csak sejtünk. De hogyha ez ki fog derülni, akkor itt nem is tudom. Bár amióta, ahogy én a magyar társadalmat nézem, hogy egy lélek nélküli, lelkismert nélküli társadalmat elnézem, ezeknek aztán olyan mindegy. Aki 600 ezer forintot elárulja a barátját, aki 600 ezer forintot bárkit legyilkol, karaktergyilkol, kicsinál, az a nép, az az ember soron fog magával szembenézni. És simán által a másik oldalról, hogy a Bályás Zsolt is mindig a hatalmat szolgálja. Én nem tudom, mi lesz ennek a vége. Szerintem... Ez a vége, hát tessék. Jó, csak hát nyilván nem egy népről van szó, hanem egy nagyon tagolt társadalomról. Vannak ilyenek, olyanok, másmilyenek. Holnap egyik ilyen, másik olyan, tehát mondjuk így ilyen hogy mondjam, átfogó nyilatkozatot nem tennék el. Nem egy morbusz hungarikus. Az az ócska, ez a állandóan negatív jelzőként ugye a közviszonyokra szokták a balkáni. Meg így a Balkán. Az egy baromság, a Balkán. Na de most várjál, Péter, de azt akarom mondani, hogy azon a sötét Balkán, a Szerbiában a korrupció miatt hosszú hetek óta 10 és 100 ezrek jelennek meg az utcán. Azért itt a közösségi reflexeinket illetően azért volna, mint gondolkodni. Ebben neked igazad van, csak ez a folyamat, ez szerintem sok évtizedre visszavetíthető, tehát hogy ez miért van így. Egy témát dobnék még be, és csak egy rövid választ szeretnék erre kérni, hogy szerintetek siker volt-e az előválasztás? Mondok egy-két számot, nagyon keveset, ugye tudjuk, hogy a megszokásból baloldalnak nevezett pártok ugye tartottak egy előválasztást a fővárosban, hogy ki legyen a főpolgármester jelölt. 34 ezeren szavaztak, Karácsony Gergely 80%-kal nyert ugye Horváth Csabával szemben, az MSZP jelöltjével szemben. Ugye siker vagy nem siker, azt a számot mellé teszem, hogy Tarlós István 2014-ben, tehát legutóbb 290 ezer szavazattal lett főpolgármester, ami egyébként 49%-os eredmény volt. Tehát, hogy ezt is megnézzük, akkor mi következik ebből a mostani előválasztási eredményből, és lesz a második forduló? Szerintem nem követ. Igen. Szerintem ebből a két adatból... Ha már megkérdezted, szerintem ebből a két adatban az ég a világon semmi nem következik. Ami lényeges ebben az ügyben az az... Hát, én... Horváth Csabára nézve talán valami igen. Nem erre gondoltam, hanem a Tarlós 200-valány ezer szavazata és a 30-valány ezer előválasztásban leadott szavazat számarányából nem következik az ég világon semmi. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy itt Magyarországon ilyen még nem volt. És én azt gondolom, hogy az összes bajával együtt, az összes ilyen dilettantizmusával, amatőrizmusával együtt ez egy nagyon fontos lépés volt, legalább azt a célt elérte, hogy nem fogunk rá rossz néven visszagondolni, és remélem, hogy lesz még ilyen, és nem ez az első, hanem lesz még ilyen. Én azt gondolom, hogy lesz második forduló, ha van egy cseppeszük, de úgy nézem, hogy a Karácsony Gergely győzelmével, meg a Puzsér jelenlétével ez garantált, hogy lesz második forduló, és ez napirenden fogja tartani, ez a legfontosabb érdeme, a főpolgármester
kérdést és a fővárosi önkormányzati választás kérdését napirenden fogja tartani. Én komolyan úgy gondolom, hogy ez így egy nagyon jelentős teljesítmény. Azon kívül előválasztások vannak másutt is. Az előválasztásokon, főleg ha egy pár családon belül szoktak lenni, nagyjából ilyen arányok szoktak létrejönni. Egyébként ez a 30-valahány ezer szavazat bőven több, mint azoknak a pártoknak a taglétszáma, különösképpen fővárosi taglétszáma, mint amely pártok ezt most szervezték, és akik ebben részt vették sokszorosan. Sokszorosan szeretném hangsúlyozni, tehát sok olyan ember is jött el szavazni, sokan mentünk el olyanok, akik ezeknek a pártoknak semmilyen módon nem tagjai, úgyhogy hajrá, tessék csinálni csak. Hozzáfűzni való ehhez? Az, hogy az MSZP mindig Horváth Csabát indítja, gyerekek, hát gyerekek, akkor ezt őt megverni, fú, mint amikor lelövik az őzikét, de és Sanyi, aztán lesz őzikét. Hát nem mindegy, hogy kifölött győzni. Na de látod, de ez egy őrült, én őszintén mondom neked, hogy végre tisztázódott, hogy a Horváth Csaba, ausz, kész. De fontos, a demokrácia alulról szelektál. Sanyikám. Oké, Puzsér Karácsony, igaz? Igen, igen. Okay. Az izgalmasabb lesz. Az izgalmasabb, szerintem biztos izgalmas volt. De figyelj, de második fordulónak lehetnek olyan eredménye is, mások is elindulhatnak. Tehát úgy lesznek politikusok, hogy mindenkit el akartok, na ezt akartam mondani, mindenkit el akartok hagyni. Azt mondja a Robi is, hogy húzzon el a francba az ellenzék. Hogy húzzon el, ha nincsenek szerepek, meg módok, meg lehetőségek arra, meg arcok. Na jó, akkor lesznek arcok, hogyha ezek helyzetben megjelennek. Tehát pont ezt akartam mondani, ide akartam kiukadni. A második fordulóra például az is egy érdemel, hogy egy nagyon fiatal, borzasztó tehetséges embert is meg lehet majd ismerni, például a Sermer Ádámot. Igen! Ehhez még valakinek egy gondolat, csak nem kapcsolódik szorosan, de nekem fontos, hogy ez a Horváth Csaba, aki nekem nem volt különösebben soha szimpatikus, ez azzá vált abba a pillanatban, ahogy és amint gratulált. Abba a stílusban, ahogy gratulált a Karácsony Gergelynek. Egyszerűen abban a pillanatban, hogy láttam ennek Horváth Csabának az emberi arcát, az őszinte arcát, a hiteles arcát, már is szimpatikus lett. Ez tényleg olyan nehéz? Hát tényleg annyira nehéz megcsinálni? Nekem egy kicsit az erős volt ez a zászlóvivős, a tekezetben a zászló bekövetünk, azért abban volt egy ilyen szerintem lehet, erős túlliegős. Lehet, kicsit el volt hát, igen. Hát, egy kicsit lehet, hogy kicsit el volt túlozva, de akkor is már itt eleve az, hogy egy vesztes gratulál egy nyertesnek. Hát el sem vagyunk hozzászokva. Hát ez teljesen átforult ez a társadalom. De azért ez illik mindenütt. Illik. Választásokon szokás. Hát illik, de nem vagyok hozzászokva. Azt kibeszéltük rendesen ezt a témát, és most következik a kedvenc körünk, ugye már akinek, ugye a rövid kérdés, rövid válasz. Hát most az lenne, hogy vasárnap lesz, ha nem tévedek, Orbán Viktor szokásos évértékelő beszéde. Egyébként ez idő alatt az ellenzék egy közös tüntetésen fog tiltakozni sok minden ellen. És bizonyos hírek szerint itt valamifajta nagy bejelentés is várható már, mint a miniszterelnök részéről, és az lenne a kérdésem, hogy ki mit jelentene be a miniszterelnök úr helyébe. Itt előre szólok, hogy a lemondás az nem ér, tehát ilyen úgyse lesz. Ne az álmok földjén legyünk, hanem valami reálisabb és szellemesebb választ kérnék, ha lehetséges. Tőlem. Én kezdjem. Lehet passzolni is. Nem, hát így vasárnap lesz az évértékelő, akkor jelentse be, hogy többet nem lesz Magyarországon hétfő. Szerintem tudja a hétvégi bajnok, van a hétvégén bajnokság? Vagy bajnok? Azt hiszem van. Hát mit tudom én, ő már tudja, hogy bajnok lesz a felcsúta, vagy valamelyhez hasonló, nem tudom. Hát az nem lesz, de... Na. Azért most már itt az ideje, hogy bajnok legyen a felcsút. De most már Vidi sem. Én azt jelentenem be az ő helyébe, hogy migráns soros. Igen. Én meg azt szeretném, hogyha álmában találkozna, hogy Saul Rabbi kézen fogva Varga Istvánnak hívták ezt a jó embert? Igen, Varga Istvánnal, tehát jöttek vele szemben az úton, a Damaszkuszin, és annyira meggyőzték, hogy álljon oda, fogja meg ő is a kezüket, hogy majd valami ilyesmit fog bejelenteni, hogy mostantól fogva ő a Magyarországért fog dolgozni. Jó, hogy ez eddig vicc volt, és... Hát én két dolgot írtam föl magamnak, egyik, hogy február 6-a munkaszüneti nap, a másik pedig a miniszterelnök Magyarországot kivándorló országgá minősíti. Köszönöm szépen, szervusztok, viszontlátásra, ez volt a kötött fogás, és jövő héten, ha minden igaz, már pedig minden igaz, Dévény Istvánnal folytatják a műsort.